Az elhunyt gyerekekre emlékeztek szombaton. 1000 papír darumadarat helyeztek el a gyermekparcellánál. Iskolai tálalókonyhákból főzőkonyha. Mindezt az egészséges táplálkozásért. Jobb érdekképviselet, jobb elismertség. A Pécsi Pszoriázis Betegek Egyesülete megalakulása hiánypótló. Köszöntöm nézőinket, önök a Pécs TV híradóját látják november 3-án hétfőn. Tartsanak velünk! Minden szentek napján november 1-én az Örök Gyermek Emlékműnél a Szemenfénye Alapítvány közös gyertyagyújtásra várta a gyászoló családokat. Ősi legenda szerint, aki 1000 darumadarat hajtogat, annak teljesül a kívánsága. 1000 darumadár teljesít egy kívánságot. A Szemenfénye Alapítvány kezdeményezésére az érintettek 1000 darab papírdarvat és mécsest helyeztek el az Angyal Sétány mellett található emlékműnél, az elhunyt gyermekekre emlékezve. Ez egy nagyon egyszerű és nagyon szép megemlékezés. Minden évben eljök ide ezekhez a gyereksírokhoz. Mert hát a gyerekek a szemünk fényei. És ezek a kis apró kis fények, amik itt megjelennek, valószínű, hogy az ők is kis fényei, a kis csillagjai. A carrarai fehér márványból faragott anyát és gyermekét formázó dombormű az évek során valódi zarándok helyé vált a pécsi köztemetőben. 2004 óta, tehát már 10 éve tartunk hasonló megemlékezéseket itt a gyermekparcellában, az Örök Gyermek Emlékműnél. 1000 darab papírdarvat és mécsest helyeztünk el. Egy ősi japán legenda alapján választottuk a papírdarvakat az emlékezés szimbólumává. Mi szerint, aki 1000 darab papírdarvat meghajtogat, teljesülhet egy kívánsága, illetve az emlékezéshez kapcsolódik. A zenés megemlékezés során egy-egy papírdarura egy-egy elhunyt kisgyerek nevét írták fel. Így szombaton, Pécsett biztosan teljesült egy kívánság. A pécsi köztemetőben a háborúk áldozataira is emlékeztek szombaton. Ők, akik hazájuktól távol, idegen földön estek el, sokszor jeltelen sírban fekszenek. A katolikus egyház is ünnepelt hétvégén. Ekkor az egyház egy nagy családképét mutatja a megdicsőültekkel, akiket minden szentekkor ünneplünk, amíg tisztulásra várókkal, akikért halottak napján imádkozunk, és velünk, akik még vándorok vagyunk. Öröm és gyász egyszerre van jelen a mi életünkben is. Szeretnénk jól élni, boldogok lenni, de fájdalommal gondolunk elhunyt szeretteinkre, mulasztásainkra. Ne féljünk ettől a kettőségtől. Így szól az egyház buzdítása minden szentek ünnepén. Több mint 500 millió forintot költött infrastruktúra fejlesztésre a Hungaz Dél-Magyarország Kft. További 2 új főzőkonyha felújításával a pécsi közétkeztetésben. Az elmúlt 2 évben zajló beruházásnak köszönhetően a konyhákat korszerű konyha technológiával szerelték fel, stábunkkal egy ilyen iskolai konyhán jártunk. Ebben a konyhában szeptembertől mintegy 1200 főre főznek. Nem csak a Hajnóci kollégium lakóinak, hanem a város több iskolájának is innen viszik a helyben főzött ebédet. Az új berendezések mindezt lehetővé teszik. Kényelmes és higiénikus is, hiszen nem kell utaztatni az ételt, mint korábban a tálalókonyha idejében. Itt lehetőség van a középiskolások számára bevezetni a B-menüt is. Azért másfajta, például hát azért bevetettük ugye a pizzát is, meg egy-két olyan dolgot, amiket ugye szeretnek a középiskolások, és nem beszélve arról, hogy az egészséges ételről, például mai napra tudom ezt elmondani, például natúr sertéskarajt készítettünk, békönös zöldbabbal, friss salátával és vaníliás mazsolás turulhabbal. Lényegében ezt a venisort végezi egy középiskolás, szerintem elégedett. A korszerű technológiát képviselő gépeken kívül a konyha belső terei is megújultak. Teljes burkolatot cseréltek, zsírfogóaknát alakítottak ki, a szennyvízhálózatot és az elektromos hálózatot is kicserélték. A felújításra önkormányzati tulajdonban lévő épületekben került sor, így az Anikó utcai általános iskolában és itt a Pécsi Hajnóci kollégium Kodály Zoltán úti tagintézményében. 2012. július 7 megelőzően is főzőkonyhák voltak, viszont annyira, hát fogalmazunk, úgy olyan állapotokban voltak, hogy azok a főzőkonyhaként nem lehetett működtetni. Tehát mondjuk azt, hogy az elmúlt 2 éves időszakban pusztán tálalókonyhaként funkcionáltak, és most kerültek olyan felújítások végrehajtására, amelyek által alkalmasak most már főzési tevékenység ellátására is.
A két pécsi beruházás 500 000 000 forintba került. Mindez eleget tesz a 2015. január 1-én hatályba lépő táplálkozási egészségügyi előírásokról szóló rendeletnek is, mely szerint az óvodás korosztály számára külön készülnek az ételek, ennek pedig az Anikó főzőkonyha az Anikó iskolában ad helyet. Pénzhamisítás büntette miatt emelt vádat a pécsi járási ügyészség két vádlottal szemben, akik 10 000 forintos bankjegyeket hamisítottak. A vádlottak élettársak voltak, akik közül az egyikük már korábban büntetve volt pénzhamisítás miatt. 2013. decemberében a karácsonyi ünnepeket megelőzően a vádlottak elhatározták, hogy 10 000 forintos bankjegyeket hamisítanak színes fénymásolóval. Az elkövetők összesen 17 darab 10 000 forintos bankjegyet fénymásoltak, majd hogy valódi bankjegyek látszatát keltsék, 2 000 forintos bankjegyekről a hologram hatású fóliát levágták, és azokat a hamisított pénzre ragasztották. Ezt követően a vádlottak Pécsett és környékén minimális összegű vásárlások során használták fel a hamis bankjegyeket. Összesen 12 alkalommal fizettek a hamis pénzekkel. A vádlottak cselekménye a pénzhamisítás büntettének megállapítására alkalmas, mely bűncselekmény büntetési tétele 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztés, írja a BAMA internetes portál. Emlékhangversennyel hajt fejet Radnóti Miklós halálának 70. évfordulója alkalmából a költő életműve előtt a Pannon Filharmonikusok. A megemlékezés november 9-én vasárnap tartják. A holokauszt emlékév keretében megvalósuló koncertet egész napos rendezvénysorozat kíséri. A zenekar a Kodály Központban tematikus tárlatokkal, irodalmi pódiumbeszélgetéssel, hegedű játékkal kísért versfelolvasással és filmvetítéssel idézi meg a tragikus sorsú költő emlékét. A koncert műsorát a holokauszt során elhunyt Nádor Mihály hosszú évtizedekre eltemetett, nemrég fellelt hegedű versenye nyitja. Európában és Magyarországon a versenymű első nyilvános előadására a Pannon Filharmonikusok produkciójában kerül sor. Az imént látott témában mai vendégünk Horváth Zsolt, a Pannon Filharmonikusok igazgatója. Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban. A Radnóti Miklós halálának 70. évfordulója alkalmából lesz ez az imént említett nagyszabású megemlékezés a Kodály Központban vasárnap 9-én. Ekkora komplex megemlékezés volt-e már a zenekar életében? Nem jellemző. Hangversenyzenekarként nyilván rengeteg koncertet kínálok a közönségünknek. A zenekar 11 pár éve saját szervezésben végzi a tevékenységét, minden egyes hangversenynek mi vagyunk a gazdái. Ugyanakkor nem jellemző az együttesre, hogy akár egy tematikus napot fog át, és kilépve a zeneművészetnek a kereteiből, a társművészetekkel együtt dolgozik. Alkalomszerűen természetesen ez megjelent, de ilyen koncentráltan, mint a holokauszt emlékév mentén, most november 9-én ez látható lesz, hallható lesz, erre talán még nem volt példa. Magát az egész napos programot kiállította össze közösen, vagy pedig a zenekar vezetése? Azt gondolom, mindegyikünknek benne van a gondolata. Az teljesen egyértelmű volt a zenekar vezetése részéről, hogy a Pannon Filharmonikusok is egy olyan művészeti közösség, akinek személyes indítatása egyúttal, másrészt pedig morális kötelezettsége, hogy csatlakozzon a holokauszt emlékévhez. Nagyon szerettük volna, hogyha munkánkkal mi is meg tudjuk egy ponton jeleníteni azt a veszteséget, amelyet a magyar társadalom elszenvedett, amely a magyar társadalmat érte. Ezek a veszteségek a mai napig velünk vannak. Ezen az emléknapon, majd a később égben nyilván beszélünk róla, nagyon-nagyon sok ponton jelenik meg az a hiány, amely a holokauszt kapcsán 1944-ben, 45-ben a magyar társadalmat érte. No, szóval teljesen egyértelmű volt az idei évad összeállításakor, hogy reflektálunk erre. A csírája ennek a mai napnak mindenképp egy ősbemutató volt. Szerettem volna, hogyha a holokauszt emlékév kapcsán készül egy új zenemű. Hiszen a 20. század zene történetére az is elmondható, hogy jelentős történelmi események vannak, amelyre tulajdonképpen a zeneművészet, mint művészeti ág nagyon kevéssé reflektált. Hogy egy egészen másik történelmi szituációt említsek,
100 éves évfordulója van az első világháború kitörésének, és a zenéirodalomban alig találunk zeneművet, amelynek alapját az első világháború eseményei adták volna. Ez tulajdonképpen bennünket, muzsikusokat is meglep, amikor ezzel szembesülünk, hogy amíg a képzőművészet, film, irodalom feldolgozta sokszorosan ezeket a nagy történelmi traumákat, annyira a zeneművészet talán egy kicsit elment ezek mellett. Mindenképp szerettem volna tehát, hogyha egy új mű születik erre az alkalomra, és a következő gondolat pedig már Radnóti volt, hiszen az is egy újdonság, a nézők talán találkoztak már ezzel, hogy Magyarország kormánya ebben az évben döntött arról, hogy Radnóti Miklós halálának az évfordulója egy emléknapként kerül a magyar közéletbe, kulturális életbe, és november 9-e ez a nap. Innen már valóban csak egy gondolatmenet volt, hogy Radnóti Miklósnak a borinoteszei képezzenek egy olyan szellemi alapot, amelyre fogva egy ősbemutató elképzelhető, amelyre egy zenemű megíródik. És nyilván a hangversenynek a pontja volt az első, ahol elkezdek szépen a zeneművek egymásra épülni, és akkor ebből már valóban tulajdonképpen kicsit kiszélesítve a szakmai koncepcióalkotást Bogányi Tiborral, a menedzsment más tagjaival, a zenekar művészeti tanácsával, tulajdonképpen pillanat alatt eljutottunk oda, hogy de itt nem csak egy hangversenyről beszélünk, hanem egy sokkal szélesebb tematikában lehet ezt a napot, ezt a jelenséget, ezt a történelmi krízist jól megmutatni. Mekkor a odaadásra készül a zenekar, mekkor a próba igény van ilyenkor? Magának a hangversenynek a próba igénye nem különös, nem jelentett sokkal több megterhelést a játszó muzsikusok számára, mint egy bármely másik esemény. Noha, azt el kell mondani, hogy a hangversenyen három olyan zenemű hangzik föl, amelyet az együttes még soha nem játszott. Ebből kettő azért, mert ős bemutató, a harmadik pedig egy olyan egyébként világhírű zeneszerzőnek a műve, amit mi is ismerünk, ugyanakkor a magyar zenei kánon elkerülte valahogy őt. Hartmannról van szó, egy 20. századi német zeneszerzőről, aki egy hatalmas szimfonista, rengeteg szimfoniát komponált, ebben volt ő a legerősebb. Felvételeket ismerünk, de valahogy a magyarországi zenei kánon őt elkerülte. No, szóval a zenekar tagjainak ez nem jelent egy extra pozíciót. Hát a menedzsmentnek annál inkább, mert hiszen valóban nagyon sok eseménye van ennek a napnak, amely azért azt követeli egyenként, mint hogy annak más célközönsége van, másokat kell megszólítani, vagy lehet megszólítani, de azt mégis elmondhatom, és ami ez az igazán fontos a zenekar egész közösségéről, hogy ez a hangverseny nap, ez nem egy a sok közül. A Pannon Filharmonikusok egy 130 fős közösség. Egy ekkora populációban, hát szabad így fogalmazni, egy ekkora közösségben természetesen és szükségszerűen megtaláljuk a személyes szálakat, és megtaláljuk azokat a kollégákat, családokat, akik érintettek a történelemnek ilyen-olyan módon ennek a nagyon-nagyon súlyos esemény sorában. Szóval ez a hangverseny egész más jelent számunkra. Horváth Zsolt, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Nagyon szépen köszönöm. A bőrbetegségek egy részének kiváltó okát keletkezésének pontos folyamatát nem ismerjük. Kizárólag megjelenésük alapján osztályozzák, diagnosztizálják őket. A pikelysömör igen gyakori. Legfőbb jellemzője a bőrfelszínen megjelenő vörös színű, fehéren hámló, több centiméter nagyságú tünet kialakulása. Nevét is hámló jellegéről kapta a betegség. A pikelysömör a Földön mindenhol igen elterjedt betegség. Területenként az összlakosság 2-3%-át érinti. Hazánkban 150 ezerre telhető a betegséggel élők száma. A kialakuláshoz szükséges egyéb tényezők az öröklődés mellett a bőrünket érő mechanikai hatások, főként a sérülések, a különféle gombás és bakteriális bőrfertőzések is lehetnek. A Pécsi Pszoriázis Betegek Egyesülete hiánypótló tevékenységet folytat, felhívja a figyelmet a betegségre és a betegekre.
Már 5 éve nem múlt nélküli ez az egyesület, 5 éve próbálunk érdekképviseletet, illetve valamilyen módon előre mozdulni egy állandóan toporzékoló helyzetből, és úgy döntöttünk, hogy a 2014-es törvénymódosulás kedvez a civil szervezeteknek, igaz, be is szabályozza, de mint köztudott, pénz nélkül behúzott kéziféként lehetett eddig dolgozni, és szeretnénk, hogyha támogatottsághoz, meg egyéb módhoz hozzájutnánk, ahhoz, hogy az egyesületbe a tagok érvényesülni tudjanak, illetve azokkal a betegségekkel, amikkel mi élünk, nagyon-nagyon sok hátrány ér bennünket, és ebben a társadalomban szükség van arra, hogy felvállaljuk azt önmagunkat, és ehhez viszont kell kimozdulni a kis csigaházunkból, és hát ezért gondoltuk azt, hogy közünkbe veszük saját sorsunkat, és létrehozunk egy egyesületet. Az utánpótlás korcsoportok első megmérettetése, egyben az olimpici Grand Prix első állomása is zajlott a hajdúsági Derecskén. A pécsi párbajtőrözők a legtöbb korosztályban képviselték a PTE peacot. A korcsoportjában eddig is kiemelkedően szereplő Tombori Liza ettől az idénytől szintén újonc. Kortársai között 71 fős erős mezőnybe jutott a 14. helyezésig. Liza a serdülő leányok versenyében a 19. helyezést érte el 73 versenyző között. A serdülők fiú versenyében is népes mezőny állt pástra. A 83 induló között 21 külföldi versenyző is vívott. Kuruc Balázsnak jó esélye volt a dobogóhoz közelebb kerülni, hiszen a vigasságos verseny fordulatokban bővelkedő, azonban a negyed döntő előtti táblán Balázs vereséget szenvedett, de az elért 10. helyezése is szép teljesítmény. Híradónk végén főbb témáink még egyszer egy-egy mondatban. Az elhunyt gyerekekre emlékeztek szombaton. 1000 papír darumadarat helyeztek el a gyermekparcellánál. Iskolai tálaló konyhákból főzőkonyha. Mindezt az egészséges táplálkozásért. Jobb érdekképviselet, jobb elismertség. A Pécsi Pszoriázis Betegek Egyesülete megalakulása hiánypótló. Önök a Pécs TV híradóját látták, kollégám nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!